2015. május 21-e és 24-e között tartják a 18. Reál és Humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciát itt Kolozsváron, és ennek kapcsán köszöntöm Kis György Rékát, tehát szervező a KMDS részéről. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy. Én is köszönöm, hogy itt lehetem. Tehát 18. ETDK, nagykorú lett az ETDK, 33 szekció indul, múlt hétfőn lejártak a jelentkezések. Mit lehet elmondani így nagyon frissiben, még mielőtt megkezdtétek? Hát, hogy jövő héten kezdjük, tehát jövő csütörtökön, ahogy mondtam, 21 és 24-e között lesz maga a konferencia. 33 szekció van, és 273 dolgozatot fognak bemutatni, ami közel 300 diákot jelent, mert vannak több szerzős dolgozatok is. Azon felül, hát csütörtökön fog elindulni a megnyitóval, délutáni órában egy díszelőadással és a köszöntőkkel, és valamint akkor utána következnek sorra a szekcióülések párhuzamosan természetesen. Azt már lehet tudni, bocsáss meg, hogy melyik a legnépszerűbb szekció? Tehát, hogy a jelentkezések már megtörténtek. Igen, a jelentkezések lezárultak hétfőn, és az idei évben az irodalomelmélet, magyar irodalomelmélet. Tehát a filológusok. Igen, az bizonyult a legnépszerűbbnek, hát két szekciót is indítunk, van régi és magyar, régi és klasszikus irodalom, illetve irodalom elmélet és kortárs magyar irodalom, ott akár 23-an is jelentkeztek. Miért a jó dolog egy diáknak részt venni ezen a konferencián, tehát mivel marad a diák? Hát mivel hogy az egyetemi évek alatt így is kell készülni egy államvizsgára vagy egy disszertációra, ezért nagyon sokan már a kutatási témájukat elkezdjük akár első évesen. És oda szegődnek egy tanár mellé, aki segíti a munkájukat és a témájuk kidolgozását, és ez a konferencia lehetőséget ad arra, hogy bemutathassák az eddigi eredményeiket, illetve a zsűri, a szakmai zsűri által megfogalmazott kritikákkal új irányba is forduljon maga a kutatás, vagy hogy igazából bíztatást kapnak arra, hogy folytassák a tudományos kutatásokat. Amúgy arra vonatkozó kimutatásotok van, hogy a 18 év alatt mennyire fejlődtek, mennyire bátorodtak meg a diákok részt venni az ilyen jellegű konferencián? Van egy általános kimutatásunk, de igazából azt lehet mondani, hogy van egy növekvő tendencia arra, hogy több diák vesz részt magán a konferencián és a tudományos kutatásban, de minden évben más-más szekciók azok, amelyek éppen erősebbek, és ez attól is függ, hogy hányan jelentkeztek az adott évben arra a szakra, tehát hogy van az elosztás a végzősöknek. Itt az ETDK honlapon, tehát a KMDS honlapján gyakorlatilag, ahol az ETDK-ra rá lehet keresni, azt is mondjátok, hogy tehát különböző pozitív hozadékai vannak ennek, szaknyelv elsajátítása, kapcsolati háló kialakítása és így tovább. Pontosan mire gondoltok? Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a magyar szaknyelvet népszerűsítsük, tehát ezért benne is van a kritériumban, hogy az idegen nyelv szekción kívül mindegyik dolgozatot magyar nyelven kell adni. Tehát magyar nyelven kell megvédeni, úgy kell megírni, hogy ezáltal is elősegítsük azt, hogy a diákok használják a magyar nyelvet is, hogy ezt el tudjuk terjeszteni. Azon felül meg a networking az igazából tényleg nagyon fontos, mert van egy ilyen szabad beszélgetési lehetőség a zsűri, az elbírálók, akár a témavezetők között, nem csak az állófogadáson, hanem a maga a konferencia ide alatt is. Tehát ez inkább ez egy találkozási pont a kutató és a témavezetők között, hogy is fogalmazom. Értem, és nem utolsó sorban pénzjutalom is jár ugye a legjobbaknak. Igen, jár egy pénzjutalom, tehát ez sem elhanyagolható, nem magas az összeg, de ez is hozzájárul, valamint az elismerés, hogy tovább juthatnak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is, amit két évente szerveznek meg. Magyarországon, igen. Ezért is fontos. Igen, tehát kritériumok, kik vehetnek részt rajta? Egyetemistának kell lenni, tehát bármelyik erdélyi egyetemről részt lehet venni, illetve külföldi diákokat is fogadunk, de ők versenyen kívül mutatnak be. Ma azon felül nincsen más kritérium, hogy kell legyen egy témavezetője, tehát ez akár doktori címmel jelentkezett, tehát hogy doktori címmel kell bírjon, vagy ilyen szakterületen dolgozó munkatárs kell legyen. Értem. Kötelező ez amúgy? Tehát kötelezővé lehet tenni diákok számára? Bizonyos szakok, karok hogyan viszonyulnak az ETDK-hoz? Nem kötelezővé, még nincsen téve, de ajánlják. Tehát, hogy ajánlott úgymond TDK-zni, vannak olyan szakok, ahol akár az államvizsgához is hozzájárulhat az, hogy egy magasabb jegyet kapjanak, hogyha már van TDK-juk is részt vettek rajta.
Te magad előadsz, vagy csak részt veszel? Hát én még csak szervezem, én igazából még nem adtam elé, és de nagyon szeretnék, tehát azért már terve van, hogy nem az idén, de jövőre. Értem. Kik vehetnek részt rajta, tehát hogy külsősök akár bemehetnek előadásokat meghallgatni, igen, vagy kifejezetten egyetemistáknak szól? Nyitott minden egyes szekció, tehát a honlapon közé lesz téve a program, és ez bárki számára nyitott. Főként azért is, mert vannak olyan szekciók, ahol plénum előadások lesznek a maga a szekciülés előtt, tehát amikor egy meghívott tanár fog előadást tartani egy témában, és ezáltal is szeretnék népszerűsíteni a magát a konferenciát, hogy azok, akik nem mutattak be és nem jelentkeztek az idén, talán jövőre vagy utána, hát ha részt fognak venni. És nem utolsó sorban, ugye, és ezt érdemes meg nagyon fontos kiemelni, hogy az idei LTDK a Kolozsvár 2015 Európai Ifjúsági Főváros égisze alatt történik. Miben más ebben a tekintetben? Hát ebben a tekintetben próbáltuk minél szélesebb körben kiterjeszteni, és igazából itt tehát több mint 30 diák van, aki nem Magyarország, tehát hogy aki Magyarországról érkezik hozzánk most jelen pillanatban, de ez a zsűri összetételében inkább jobban látszik, tehát több a külföldi tanár, és többet próbáltunk meghívni, hogy ezáltal is népszerűsítsük az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciát. Köszönöm szépen Kis György Rékának, hogy eljött és mindezekről beszámolt. Hát szervezőként is sok sikert kívánok, meg sok sikert kívánok a résztvevő előadóknak. Köszönöm szépen. És köszönöm.